Szombaton délelőtt sok lelkes gyermek és felnőtt készült arra, hogy vízbe ugorjon. Az idén 7. alkalommal megrendezett esemény Tarsó Imre képviselő, az Oktatási és Sportbizottság elnöke nyitotta meg. Látom, hogy nagyon szép számmal összejöttetek, remélem az éjszaka is azért nem ilyen számban, de azért a egyik sávban biztos, hogy lesz mindenki, aki azt a 60 hosszat le fogja úszni, és holnap 10 órakor véget érhet. A 24 órás úszás népszerűsége töretlen, idén több mint 120-an úsztak a medencében. Fülöp Andor, az esemény szervezője, elmondta, a rendezvény egészségmegőrző szerepén túl családi programnak is kiváló. Váltakozó kedvel, ugye vannak bizonyos holtpontja ennek a dolognak, de mindig van valaki, aki úszik, hát olyan 2-3 körül nem nagyon szeret már senki úszkálni, de azért megpróbáljuk beszervezni őket. A 60-hoz 60-ba is benne van most már tavaly óta, aki 60-hoz leúszik, az kap egy oklevelet, ezt is nagyon szigorúan ők maguknak számolják, tehát becsület alapon van. A 60 host idén is sokan leúzták, a legfiatalabb Bacsa Benyámin, a legidősebb pedig Juhász Gábor volt. Idén Bálint Sándor és Kajó Levente is rekordot döntött, mindketten 1100-szor úzták át a medencét.